Az NKK ötvös 10 éves kosarasai játszanak bemutató meccset a kosárlabda juniálisnak is nevezett családi napon. A nyíregyházi ötvös iskola udvarán a közel 100 fiatal mellett szülők, barátok is élvezték a bemutatókat és a délelőtti napsütést. Mint az idén 20 éves nyíregyházi kosárlabdaklub elnöke elmondta, hagyományteremtő céllal hívták életre a rendezvényt, amellyel egy sikeres szezon zártak le. Csúcsidény volt, azt kell, hogy mondjam, az eddigi legjobb szezonunk volt. U14-es erdőcsapatunk az országos főtáblára került, ott a 19. lett. Lehet, hogy így a 19. helyezés soknak tűnik, de 148 csapatból, és a megyében, vármegyében mi voltunk a legjobbak, mi jutottunk a legmesszebb. A kadett, az U16-os csapatunk a regionális országos bajnokságban, az országos döntőben harmadik lett. Ez helyezés számot a két csapat tekintve megyében szintén mi voltunk a legjobbak. Azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk. A kerekesszékes csapatunk negyedik lett az országos bajnokságban, soha rosszabbat. 304 igazolt versenyengedéllyel rendelkező kosárlabda, ez a nyíregyházi kosárlabdaklubnak, és ennyi volt 2023-24-ben. 6 edző, 8 testnevelő, aki a csapatainkkal foglalkozik, és 6 iskolában vagyunk Nyíregyházán, 6-6-ba, Orosan a Hermanban, Betlenben, a hídgyülekezet iskolájában, itt az ötvös zsakolóban, szembe a Szent Imrében, a Gárdonyiba, az Árok utcán és Ústagyán a Szabó Lőrincbe. Itt összesen 17 kosárpalánta csapatunk van. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks újonnan igazolt játékosa az NKK ötvösben kezdett kosárlabdázni. Hibján Máté a Debreceni Akadémiáról tért haza úgy, hogy tavasszal már bemutatkozott az A-csoportos felnőtt csapatban is. Nagyon szép emlékeim vannak a kezdetekről. Igazából hobbiként kezdtem ezt az egész kosárlabdát. A többiek jártak le kosarazni, és akkor én is mentem velük. Aztán utána egyre komolyan befordult az egész, és már pedig ez az életem lényegében. Nagy reményeket fűzök ehhez az évhez, rengeteg tapasztalatot szeretnék szerezni majd a B csoportban. Nagyon motivált vagyok, hogy hazai csapat ellen, vagy hazai csapatban játszhatok, és szeretnék a csapattal minél kiemelkedőbb eredményt elérni majd. A kerekesszékes kosárlabda csapat legjobb játékosa, Buda Ferenc már a magyar válogatott mezét is magára ölthette. Ezelőtt 10 éve, még a mozgásjavítóban, ez fent Budapesten egy speciális iskola, ahol lehetett kipróbálni sportokat, és úgy kerültem oda a kosárlabdához. Azt, hogy szép, hogy csapatban játszol, hogy meg lehet az öröme, és nem csak az, hogy egyedülőként is élvezheted csapatban is a sikereket. Az NKK ötvös a tanévzárás után két tábort is tart a fiataloknak. A 11-12 évesek a Vecsik iskolában, a 14-16 évesek pedig Rudabányecsken zárják a szezont. Az új idény első edzőtáborát pedig augusztus első hetében Miskolcon tartja az NKK ötvös.